Köszöntöm minden kedves nézőnket, akik most kapcsolódnak adásunkba, önök a Terézvárosi magazint látják. Egy témával fogunk foglalkozni, a Liszt Ferenc Emlékmúzeumnak egy olyan kiállításával, amely egy hónappal ezelőtt nyílt meg, bőven ma már tapasztalat. Fedoszov Júlia a vendégem, aki zenetörténész. Tisztelettel köszöntöm. Jó napot kívánok. Azt gondolom, hogy érdekes hónap áll mögött, önök mögött, és hogyha belegondolunk, akkor az előtte levő időszak is nagyon izgalmas lehetett, hiszen egy egészen különleges kiállítást hoztak létre, aminek a címe az nagyon fölkelti az érdeklődést, hogy ne küldjenek több kottát nekem. Kitől és mikor hangzott el ez a gondolat? Ez egy idézet Liszt Ferenctől, aki 1882-ben és 84-ben tett közzé a Neue Zeitschrift für Musik zenei folyóiratban közleményt, amiben kérte a kollégáit, hogy ne küldjenek neki több kéziratos és nyomtatott kottát. Rengeteg kottával árasztották el véleményezésre, és természetesen kedvező választ és ajánlást, és esetleg egy kiadóhoz való beprotezsálást vártak Liszttől. De ez rengeteg időt emésztett föl, és ezért, bár ő önként sokszor szívesen segített azoknak, akiket tehetségesnek talált, azért kérte, hogy egy kicsit kiméljék már meg. Igen, igen. Egyébként pontosan arra lennék kíváncsi ennek az egésznek a tükrében, hogy milyen millió vette körül Liszt Ferencet ebben az időszakban. Tehát kik voltak azok, akik az ő úgymond előszűrői voltak, vagy kéretlenül magához engedte eleinte az embereket? Hát nyilván, akik felkeresték a szalonjában, azok... Be kellett hozzá jelentkezni egyébként? Milyen sorbaállási szisztéma volt? Erre a kutatások utalnak-e valamilyen úton, módon? Vagy találtak erre vonatkoztatva valami anyagot? A Régi Zene Akadémián található lakásmúzeumban látható egy tábla, amin szerepel az ő látogatási ideje. Minden héten két délutánon meg lehetett őt látogatni. És nyilván itt nem volt különösebb kritérium, hogyha valaki nem találta otthon, akkor a névjegyét ott hagyhatta. Nyilván... Gondolom, hogy rengetegen szerették volna a mestert egy pár perc erejéig föltartani, vagy föntartani, és megmutatni nekik valamit. Ez arra vonatkoztatva, bocsánat, csak ez egy nagyon érdekes dolog, bár nem erre készült, de hogy zajlottak ezek a találkozások, ezek a fogadóórák? Van-e valami dokumentum, vagy valami utalás? Hát talán inkább visszaemlékezések. Lisztről azt mondják, hogy nagyon szívélyes volt, és nagyon kedves akkor is, hogyha valaki a terhére volt esetleg. Bár tudott metszőgúnyjal válaszolni, ha már valaki nagyon terhes volt a számára. A számára. Ezek a kották, amiket szerettek volna ő hozzá eljutatni, ezek hogyan kerültek ő hozzá? Tehát letették neki, gondolom, hogy bele kellett, hogy pillancson legalábbis belenézni, és gondolom, hogy egy idő után teljesen eleget lett belőle. Hát gyakran levelek csatolmányaként, mert mellékleteként küldték el neki, vagy a kiadója. Például a Táborszki kiadó ajándékozta meg elég sok olyan kottával, ami ugyan nagyon dekoratív, és éppen ezért került ki a kiállításra, de Liszt nyilván zeneileg nem találta túl érdekesnek. Tehát akkor ezek szerint eleinte, legalábbis az első időszakban minden olyan kottát, ami hozzá került, átnézett, átböngészett. A kordivatja szerint díszítették a kottáknak a címlapját. Ezek között nagyon értékes kaligrafikus, akár karikatúrák, akár motivumok, akár festmények lehetnek. Vannak különleges tárgyak? Alapvetően a 19. század első felében még inkább ornamentikus vagy egyszerűbb növényi díszítésekkel ellátott kotta címlapok láthatók. Ilyenekből is van a kiállításon néhány. És a litográfia fejlődése következtében viszont a század második felében egyre izgalmasabbak ezek a kotta címlapok. Viszont a kotta címlapok készítői grafikusait általában nem ismerjük. Ritka az, amikor mondjuk egy-egy kotta illusztrációnak az alkotóját ismerjük. Olyan volt-e, hogy valaki, aki maga zenét szerzett és elküldte ezt a kottát, ő maga esetleg készítette hozzá a címlapot is?
Hát ilyenről nem tudunk, de előfordulhat. Általában ugye itt a nevek nem ismertek. Nyomtatott vagy pedig kézzel írott kottákról beszélünk elsősorban a kiállítás kapcsán? A kiállításon nyomtatott kiadott kották szerepelnek, de kéziratokat is küldtek neki természetesen. Na most azért érdekes, hogy kiadott kották vannak, mert azért a kiadott kották nagy részét már előszűrték valamelyik kiadó. Vagy hogyan működhetett annak idején? Hát ez ugyanúgy egy komoly iparág volt, mint ma. Tehát a Táborszki kiadóról fennmaradt egy cikk, ami részletezi, hogy az egyik kirakatban lisztművei láthatók, a másikban pedig kedvelt csárdások és nóták. Tehát nyilván nem válogattak ezek szerint. Nem feltétlenül válogattak. Nyilván az szerint, a szempont szerint igen, hogy a használati zenére akkor is szükség volt, és sokan keresték, és szívesen megvásárolták. Tehát nyilván nem, egy kiadó nem korlátozhatta a munkásságát egy nagyon elit. Most itt nem is arra gondoltam, hogy nótás meg csárdás, hiszen a magyar nóta és csárdás irodalomra támaszkodott Liszt, hiszen a rapszódiákban, meg egyéb műveiben is megszólnak a magyar népi motivumok, sőt, mi több, a nótáknak is a dallamvilága néha bele van szőve egy-egy Liszt műve, hanem itt inkább arra gondoltam, hogy olyan, amit nem nagyon kedvelt akár a komoly zenét játszó közeg sem. De vannak-e olyan gyöngyszemek ezek között, a kiállított kották közül, ami aztán tényleg később fölkertette az ő érdeklődését? Számos olyan kotta van, amelyének a szerzőjével lisztlevelezésben állt, vagy akár tanítványa volt. Tehát nyilván volt eleve olyan kotta, aminek ő örülhetett, amit tanulmányozott, megjegyzésekkel látta el. Aztán levélben válaszolt esetleg a küldőnek, kritikai megjegyzésekkel látta el, vagy megköszönte. Javított-e kottába valaha vele? Előfordult, és az is előfordult, hogy átiratokat készített aztán tanítványainak, vagy ismerőseinek a műveiből. Ilyen típusú kották is láthatóak ezen a kiállításon? Amiben esetleg belejavított? Van egy kotta, ahol magyarul megjegyzéseket és dalszöveget jegyzett be, de alapvetően itt az esztétikai szempont volt az elsődleges. A kiállítás összeállításában, tehát itt nagyon dekoratív kotta címlapokat látunk, és az elrendezése a kiállításnak szintén ilyen esztétikai szempontú. Tehát először gondoltunk arra, hogy akár nemzetek szerint, vagy a szerzők fontossága szerint csoportosítsunk, de végül is izgalmasabbnak tűnt ez a megoldás, hogy a kottán szereplő motívumok alapján csoportosítsuk a kottákat, így például vannak virágos növényeket ábrázoló kották, portrékat ábrázoló kották, ezek lehetnek női portrék, vagy magának a zeneszerzőnek a portréja. Nagyon érdekes megoldás egyébként, hogy van, hogy fényképet és grafikai elemeket vegyít egy-egy kotta címlap. Vannak olyan címlapok, amelyeken ezek többnyire indulók, ahol zászlók, meg katonák szerepelnek, vagy tájak. A magyar táj és zsáner az is nyilván egy nagyon kedvelt képi elem volt. Nyilván különösen akkor, hogyha maga a darab is magyaros, és sok ilyen megtalálható Liszt hagyatékában. Na most ezek a kották, amelyek kiállításra kerültek, és amelyek tematikailag a címlaphoz köthetően lettek kiállítva, tényleg mind olyan kották, amit elküldtek Lisztnek? Igen, ezeket mind a hagyatéka őrzi, és ő ezeket, ha nem is nézte meg esetleg alaposan, de megőrizte. Körülbelül 2500 kottából álló hagyatéka van, amit a Zeneakadémiára hagyott, és úgy rendelkezett, hogy ezt a Zeneakadémia hallgatói használhassák is. És az első időben így is volt, egy kör alakú pecsétet helyeztek el a kottákon, amin látszik, hogy Liszt Ferenc hagyatékához tartozik ez a kottaállomány, és akkor ezt a diákok használták is, de aztán a pecséteknek hála el lehetett különíteni, és akkor nyilván védetté váltak ezek az anyagok, ahogy a könyvei is. Ön miért lett zenetörténész? Mindig érdekelt a háttere a zenének, és az is, hogy tulajdonképpen miért van ilyen hatással az emberre, és hogy milyen helyet foglal el ez a régebbi korok kultúrájában is, és a mai kultúrában is. Melyik az a szakterület, amelyik kimondottan önhöz köthető?
Sokban? Nehéz kérdés. Hát Liszt életművével természetesen nagy örömmel foglalkozom, és nagyon örülök, hogy a Liszt Múzeumban dolgozhatom. Emellett érdekel mindenféle olyan területe a zenetörténetnek, ahol határterületeken, akár a táncművészettel, akár az irodalommal kapcsolódik. Azt gondolom, hogy Liszt életművében bőven vannak olyan határterületek, igen, hogy ki lehessen kacsingatni ebből a világból. Visszatérünk, említette, hogy tematikusan érdekes módon lett összeállítva a kiállítás. Hány helyiségben lelhetőek ezek a kották föl? Esetleg van-e olyan, amit kézbe is lehet venni, vagy meg lehet hallgatni, vagy le lehet játszani? A kották a régi Zeneakadémián, tehát a Vörösmarty utca 35 szám alatt található épületben a földszinten és az első emeleten láthatóak. Ez két tér, és kézbe venni őket sajnos nem lehet. Mivel üveg alatt vannak? Üveg alatt, természetesen ez egy védett állomány, különösen, hogyha esetleg kézírásos dedikáció szerepel rajta, akkor különösen védeni kell ezeket a kottákat. Tervezünk olyan múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amik az új időszaki kiállításhoz fognak kötődni, és reméljük, hogy ott majd mód lesz arra, hogy bele is hallgassunk a darabokba. Egyébként a kiállítás megnyitón Szabó Ferenc János játszott számos olyan darabot, amit egyébként nem igen lehet hallani, mert sok olyan van köztük, amikből esetleg felvétel sem igazán született. Ugye azt tudjuk, hogy a kortárs zeneszerzők azért küldték a kottákat, hogy egy picit magukat segítsék a pályafutásukat, a művészetük kicsit nagyobb nyilvánosságot kapjon. A kották tulajdonosai és zeneszerzői között vannak olyanok, akik tényleg később ismerté váltak, netántán pont azért, mert esetleg Liszt Ferenc egy-egy gondolatot a kotta mellé jegyezhetett. Ha nem is ezek mellé, amik ki vannak állítva, mert igen, ez már ne küldjenek kották gyűjteménybe tartozik, igen, de előtte valami másra. Hát ha nem is azért, mert Liszt bejegyzett valamit az ő kottájukba, de sokaknak segített Liszt biztatása. És sokan olyan Liszt kortársak, akik már eleve komoly tekintélynek számítottak, de Liszt biztatása megerősítette őket akár abban, hogy ezen a pályán maradjanak. Például César Cui, vagy Félix Drézeke. Némelyik név már ma nem olyan ismert, de jelentős zeneszerzők, tehát vannak, akik méltatlanul elfeledett szerzők közöttük. De Tomár István is Liszt tanítvány volt, vagy Sipos Antal, aki zeneszerzőként is működött, és tőle vannak is kiállítva kották. Ez a kiállítás mennyi ideig lesz megtekinthető, és belekapcsolódnak-e a Múzeumok Éjszakája programsorozatba? A Múzeumok Éjszakáján is természetesen megtekinthető ez a kiállítás, és jövő májusig látogatható egész évben. Az előbb említette, akkor még jövő májusig van bőségesen idő elmenni és megnézni, mert ez egy időszaki kiállítás, de mellette működik az állandó kiállítás is, ugye a Liszt Ferenc emlékszoba és maga a Liszt Ferenc Múzeum. Mennyire kelti fel az embereknek az érdeklődését az állandó kiállítás? Mennyire nyitottak Liszt irányában? Én azt gondolom, hogy nagyon érdeklődőek. Évente átlagosan, legalábbis az 2017-ben a statisztika szerint 18 ezer látogatója volt a múzeumnak, és rengeteg külföldi érdeklődő is érkezik. Ennek próbálunk úgy eleget tenni, hogy nagyon sok nyelven tartunk tárlatvezetést, meg audioguide-unk is van számtalan nyelven, meg olyan ismertetőink kínaira, spanyolra és mindenféle nyelvekre lefordítva, amiből a látogatók informálódhatnak. Kíváncsi lennék rá, hogy a magyarok mennek el többen megnézni a Liszt Ferenc Emlékmúzeumot, vagy pedig a külföldiek? Ezt talán nehéz felmérni, nagyon-nagyon sok külföldi érkezik, de magyar iskolás csoportok is, zeneiskolákból. Most csak azért jutott az eszembe, mert olyan természetes, hogy amikor elmegyünk Salzburgba, akkor a Mozart házba bemegyünk és megnézzük, nagy pénzeket kifizetve a belépőjegyért, és sokszor hosszú tömött sorok állnak. Azt gondolom, hogy Liszt Ferenc legalább olyan nekünk magyaroknak, mint amilyen Mozart.
saját hazájában. Bár nagyon sokan Mozartot is magukénak akarják, Lisztet is magukénak akarják, de azt gondolom mindenképpen egy élmény azok között, a bútorok között sétálni, és azok között a falak között, ahol Liszt Ferenc élt, alkotott és ahol tanított. Sok sikert a további kiállításokhoz. Köszönjük szépen.